Én elmentem a vásárba fél pénzzel, tyúkot vettem a vásárba fél pénzzel. Tyúkom mondja a kitrákot, káj kittyom, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, kakast vettem a vásárba fél pénzzel. Kakas mondja kurikú, tyúkom mondja kitrákot, kár kittyom, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, libát vettem a vásárba fél pénzzel. Libám mondja gigágá, kakas mondja kurikú, tyúkom mondja kitrákot, kár kittyom, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, disznót vettem a vásárba fél pénzzel. Lajos, hogy sikerült az első gyerekelőadás, amit itt csináltunk a Super 8-ot? A Super 8-as gyerekelőadás az nagyon jól sikerült, a gyerekek nagyon élvezték, és most is játszanak, és majd nem sokkal visszamegyek hozzájuk, folytatom, egy kicsit szusszanok. Volt itt egy német mese, vagy egy ilyen német népdal, vagy mi volt ez pontosan? Ez a Hansel und Grete, ez a Jancsi és Juliska, amikor mi erdőben bolyonganak mézes kalácshez, boszorkány, és utána megszabadulnak a boszorkánytól, meg bedobják a nagy kemencébe. Most ezt dolgoztam főleg utoljára. Következő valószínűleg a csipkerőzsika lesz, amit szerintem egy-két héten belül elkészítek, és így két-három hetente gyártok most egy újabb mesét. Mi ennek a lényeg ennek a gyerek homokanimációra, vagy nem is tudom, minek nevezzük ezt pontosan, ennek hát a homokbarajzott, mi is volt ennek a címe, homokbarajzott mesék? Homokbarajzott mesék, ez digitális homokanimáció, tehát digitális alapokra dolgozok rá a homokkal, és hát ezáltal színeket, mozgásokat tudok beaplikálni az egyébként elég statikus homokrajzba. Úgyhogy a gyerekek különösen fogékonyak erre, és hát nekik mindig nagy élmény adni egy-egy előadást, tehát nagyon, nagyon lelkesek tudnak, nagyon megörülnek a meséknek, főleg, hogy felismerik a meséket, akkor meglátják az ismert figurákat, akkor nagyon, nagyon lelkesek tudnak lenni. Hol szeretnél ezeket bemutatni, hogy hol lesznek ezek? Hát most iskolákba, óvodákba, és elsősorban az a terv, hogy most Németországban, Franciaországban szeretnénk iskolai, óvodai tanórán kívüli programként bemutatni az előadásokat, illetve múzeumokkal próbálunk leszerződni, akiknek így hétvégén gyerekprogramként ezt tudjuk ajánlani. Na jó, sok sikert! Köszönöm! Kakas mondja kukurikú, tyúkom mondja kitrákot, kár kittyom, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, lovat vettem a vásárba fél pénzzel. Lovam mondja nyipaha, disznó mondja röp röp röp, libám mondja gigágá, kakas mondja kukurikú.